Zengő Zoltán érkezik. És aztán hamarosan Kis Norbertet le fogják inteni az első helyen. Kis Norbert gyakorlatilag rajtcél győzelmet tudott aratni, hiszen az övé volt a pole pozíciója, ezt az előnyét végigőrizte, végig megtartotta, és végül is ő nyerte az első futamot. A második helyen Weber Gábor érkezik a célba, és aztán Brakna Dávid lett a harmadik, a negyedik helyen Hatvani Bálint, az ötödik helyen Czolner Gyula, a hatodikon pedig Zengő Zoltán végzett. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek a fiatal tehetségek, akik az előző márkakupákból jöttek, azok itt meg tudják mutatni a tehetségüket, és nagyon-nagyon nívós versenyt tudnak mutatni a közönségnek. Fel vagy dúlva? Hát nem értem, tehát a sportfelügyeleket komolyan mondom, még én, ha hetedik éve versenyzem, de még nem ítéltek úgy, hogy én megértsem. Ha kilöknek, akkor azért három év alatt Clio-ban nem kapott senki büntetést. Ha én elhagyom a sikánt, akkor azért büntetést kapok. Fernando Alonso Monte Carlo-ban kétszer hagyta el a sikánt, és nem büntették meg. Azért nem, mert nem tudok máshol elmenni, kénytelen vagyok, amit Isti hozzámért. Most álljak meg és várjam meg, míg elmegy. Kiegyenesítettem a kanyart, és ezt csináltam. Természetesen ezért most boxot szálltatott, és büntetés van. Valószínűleg, hogy ha magam elé engedem, akkor nem kapom meg. Csak én abból indultam ki, hogy a Monte Carlo-i Forma 1-es futamon az Alonso ezt kétszer is megcsinálta, és nem büntették meg, pedig nem engedte maga elé a Webbert, akivel ugyanezt eljátszotta. Ennyi. Hát most mit csinálja? Mennyit kell még gyorsulnod? Hogy érzed? Hát még nagyon sokat kéne gyorsulnom, van még bennem is. Remélem találunk holnapra az autóban is, jobban oda kéne koncentrálnom, és lesz ez még jobb is. A jobb az a dobogó? Hát mindenképpen remélem. Mennyire tudtad már megtanulni az autót, mennyire érzed könnyűnek, vezethetőnek? Elég nagy az ugrás, hisz tavaly te Suzuki-sztál. Így van, hát eddig Dunlop gumikkal teszteltünk, most egy Michelin gumikkal mentünk a versenyen, most először. Hát még kell szokni, a guminyomása volt a tökéletes, holnap meglátjuk. Nagyon jól szerepeltél, Dávid. Hát iszonyatosan meg vagyok lepve, és őrülten örülök, úgyhogy nem tudom, hogy sikerült. Azt sem tudtam mostanáig, hogy hányadik vagyok, úgyhogy most derült ki, hogy harmadik vagyok, úgyhogy. Hova helyezted magad az időmérő után? Hát annak is örültem volna, hogy a hetedik helyen beérek, de ez most egy szenzációs számomra, úgyhogy köszönöm. Milyen vezetni ezt az autót? Te azért már vezettél kisebb képességű gépeket. Hát nagyon nagy a teljesítménye, nagyon parázok kanyarokban mindenhol, úgyhogy iszonyatosan új az egész, úgyhogy remélem, hogy sikerül mindent megoldani. A rajtom eszméletlen jó volt, és utána, ahogy befordultunk az egyes kanyarból, viszont hirtelen kettőt váltott a váltó egy helyet. Kettőben húztam hármasba, és felhúztam négyesbe, és hát azt körülbelül képzeltétek, hogy mi maradt. Tehát max turbo nyomásját ott maradtam ilyen, hát 4000-es fordulaton semmi nyomása, így két oldalra agyúszom meg a Norbi mellém. Visszahúztam hármasba, akkor valahogy életre kapott a motor, de hát akkor már elmentek. Annyi szerencsém volt, hogy a kettes kanyarnál belül maradtam a gyuszihoz képest, úgyhogy hát a gyuszi annak elég mellettem oda, Norbi miatt nem tudott rám fordulni, úgyhogy rámentem a Norbi fenekére, picit meg is csúsztam, gyuszi el kellett, hogy vegye a gáz. Elég kemény csatát vívtunk az első körökben, nagyon támadottak a Besson, kicsit nehéz is volt, mert egyébként nincsen belső tükör az autóba, ugye ahol egyenesen lelátunk hátra, és mikor pont mögöttem jöttek a bélet, nem is láttam, hogy hol van. És mert egy csomószor, tudod, megtorpantam, vagy nem tudom, nem megtorpantam, mert nyilván a gázt nem vettem el, csak néztem, hogy most hol lehet, hogy lemaradt, vagy mögöttem, és támad az utolsó pillanatban a féktem, vagy szóval nehéz volt védekezni, de aztán hál' Isten, hát én is rontogattam meg, hát ő rontott, kicsit el tudtam jönni, és akkor egy kis előnyt tudtam szerezni, mert olyan biztonságos volt, tudod, hát nem volt lőtávolban. Nehéz szavakba önteni ezt az élményt, amikor feldübörögtek az autók, és elindult ugye a zöld lámpára a rajt. Egy kicsit olyan érzésem volt, mintha a Forma 1-et néztem volna, tehát fenomenális érzés volt, hogy a lóerők elszabadultak, és tényleg 15 autót végigszáguldotta a célegyenést. Hát ezért dolgoztunk jó sokáig. Ima végeredmény az első futamnak, Kis Norbert győzött, 15-ből 14-en befejezték a versenyt, Liscinszky Olga korábban kiesett. Szünet után elgrézzük, mit hozott a második futam.